Szabadságot akartunk a hazának, és száműzöttek lettünk. Tököli Imre, Erdély fejedelme, felső Magyarország fejedelme, és magam is, a Rákóczi uradalom, valaha csodád asszonya, első Rákóczi Ferenc körülrajongott özvegye, száműzött. Császáriaknak oly nagy szárka vagyunk, hogy Konstantinápolyban sem lehet maradásunk, mennünk kell tovább, Kis-Ázsiába. Újra élette a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési ház színpada. Október 6-án Zrínyi Ilona életét bemutató egyszemélyes színművet láthatták az érdeklődők, Majzik Edit Jászai Mari díjas színművész előadásában. Nagyobb volumenű színházi előadást a bátaszéki művelődési ház adottságaiból adódóan nem tud befogadni, így a lehetőségek korlátozottak voltak. Az intézmény, mivel részt vesz a Dériné programban, ingyenesen juthatott hozzá ehhez a darabhoz. Próbáltunk olyan darabokat keresni, amelyek a díszlettel, a szereplőkkel együtt azért elférnek, és otthonosan tudnak mozogni és bemutatkozni a bátaszéki művelődési házba. És tulajdonképpen ez egy ilyen kettős dolog volt, mert mi is kerestünk, illetve a Dériné programba jelentkeztünk. Ugyanakkor Hedri Mária volt az a darab szerző, aki bennünket keresett meg párhuzamosan. És akkor azt mondtuk, hogy legyen ez az egyik előadás, rendben van, szívesen fogadnánk. És onnantól kezdve már Dömény Boglárka művelődés szervező kolléganő segítségével ez nagyon flottul működött, és most meg itt vagyunk, és akkor várjuk, hogy ez létrejöhessen. Amikor egyeztettünk a művészekkel és a stábbal, akkor több időpont is fölmerült bennünk. De azt mondtuk, hogyha ez összejött esetleg október 6-án, akkor ez egy méltó és szép megemlékezés vagy ünneplés lehet. Tervezünk több előadást, így van. A legközelebbi az október 22-én lesz talán, hogyha jól emlékszem. Kaszás Géza önálló estje lesz a vendége a Petőfi Sándor művelődési háznak, ezen kívül pedig még a Dériné programon keretein belül 4 előadásra pályáztunk, 4-et jelöltük meg, és várjuk az egyeztetés lehetőségét. De térjünk vissza október 6-ára, és arra, hogy miről is szólt az előadás. Zrínyi Ilona életéről, helyesebben életének egy kis részéről, mert ez egy rendkívül gazdag élet volt, amit ez a hölgy élt, úgy Rákóczi Ferenc feleségeként, majd özvegyeként, majd Tököli Imre feleségeként. Ezen az estén a Tökölihez fűződő viszonyát, a kor politikai helyzetét, és abban egy szerelmes nő helyzetét, egy anya helyzetét, akinek még ott van egy anyósa, aki szintén egy másfajta politikai vonalat képviselt, és egy másfajta érzelmi vonalat is képviselt, és egy olyan nőjét, aki egyébként Magyarország utolsó várát védte annak idején 3 évig a fia várát, második Rákóczi, a későbbi második Rákóczi Ferenc várát, Munkácsot. A nagy kérdés az mindig az, hogy hova is helyezzük mi Magyarországot Európán belül. És ez akkor is kérdés volt, amikor ugye a Habsburgok, illetve a törökök csatároztak a mi kis vidékeinken, és ma is nyilván ez egy aktuális kérdés lehet, hogy az Unión belül, vagy egyáltalán Európán belül mi hova pozícionáljuk magunkat. Hát én remélem, hogy ez egy nagyon összetett este lesz, és én nagyon remélem, hogy azon túl, hogy természetesen tele van egy fajta történelmi áttekintéssel ez a darab, én remélem, hogy ez nem pusztán egy üres és unalmas történelem óra lesz. Ez elsősorban egy olyan nőről szól, aki a maga szenvedélyében, a maga nőiességében és a maga tényleg családi hátterében folyamatosan őrlődött a saját érzelmei és a között, hogy mi is az, amit ő megtehet ebben a pozíciójában a hazájáért. És én azt remélem, hogy ez nem pusztán az embereknek az eszére fog hatni, hanem az érzelmekre is. Ez egy nagyon drámai életút, és én nagyon remélem, hogy ez az előadás is bővelkedik drámai pontokban, mert én azt szeretném, ha ez érzelmileg is megérinteni az embereket, hogy ez az asszony, ez mire volt képes, hogy tudott, nem azt mondom, lemondani a fiáról, mert az utolsó pillanatig küzdött a fiáért, de hogy volt képes elfogadni azt a tudatot, hogy neki bizony Törökországba kell száműzetésbe menni, és itt kell hagyni a gyerekét, és a Habsburgok mindent elkövettek, hogy Rákóczi ne kövesse az apja, illetve az anyja útját. És ez egy nagyon, számomra ez egyik legizgalmasabb kérdés, hogy,
hogy is van az, hogy egy nő, egy anya 12 éves koráig nevel egy gyereket, és az a gyerek az akkor elszakítják tőle, és 12-13 évvel később ez a fiatalember visszajön, és csinál egy szabadságharcot a magyarokkal. Nem bocsátottál meg. Nem értetted meg az én választásom, az én szívem óvanát. Sohasem szerettek tükörébét. 12 éves voltál, mikor utolszor láttam. Hitvágyom elárult. Elszakítottak tőlem, hogy németnek neveljenek. Utolsó levelemben Julianka húgodhoz már alig bírtad a magyart. Fia, lelkem büszkesége, fejedelemnek neveltelek. Lengyelország trónján is várományos voltál. Vajon leszel második Rákóczi Ferenc, Erdély fejedelem? Ennek pont az az öröme, ami a nehézsége. Tehát önmagam ura vagyok ebben a szituációban. Természetesen nyilván van a fejemben valami, és természetesen minden este végig kell menni ezen az előadáson, de mindig más belül. Ahogy én egy picit máshogy vagyok aznap, nyilván az érzelmeknek, meg az intellektusnak különböző fokain, így valószínűleg az előadás minden nap más, picit más dolgok kerülnek előtérbe egyik nap, és más dolgok másik nap. De mindig próbálok nagyon puha lélekkel bejönni a színpadra, mert az egyszemélyes darab soha nem egyszemélyes, hanem azokkal az emberekkel, akik lent ülnek a nézőtéren, én velük vagyok aznap este, és én nyilván elkezdek valamit, és ha jól működöm, akkor kapok vissza valamit, és ebből a hömpölygő, áradó, megmagyarázhatatlan szavak nélküliségben alakul ez az előadás. Tehát azt tudom mondani, hogy minden este más az előadás, attól függően, hogy milyen közönségül bent. Hedri Mária, aki írta egyébként ezt a darabot, ami egy, bevallom őszintén, szerintem nagyon ritkán adatik egy színésznő életében, hogy egy ilyen szerepet játszhat. Én nagyon boldog vagyok, és nagyon, megint ilyen nagy szavakat mondok, nagyon megtisztelve érzem magam, hogy megbíztak engem azzal, hogy ezt a szerepet eljátszam. Tehát Mari az, akinek ez a saját gyereke, a saját szövege, ő együtt kelt, együtt feküdt Zrínyi Ilonával egy könyvtárban, és ő volt az, aki úgy vélte, hogy a Dérini programban ez igenis, hogy megállná a helyét. Én magát a Dérini programot rendkívül jó ötletnek tartom, bevallom őszintén, én nagyon fontosnak tartom, hogy eljussanak előadások olyan vidékekre, ahol egyébként nincs színház, vagy kevesebb alkalom jut arra, hogy színházba eljussanak a nézők. Az nejnek elfogni magánosan kár is, bár csókot harmata érte volna már is. Bye.